A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A világ élvonalában szerepelnek a szegedi sportolók. Jó estét kívánok! Érmeket hoztak haza a kickbox világbajnokságról a szegediek, és profi boxmeccsen nyert Kis Máté kontinentális bajnok. De újult erővel térhetnek vissza a szegedi kézilabdázó klub csapatukhoz, hiszen minden játékos nyert saját nemzetével a kézilabda Európa bajnoki selejtezőkben. Kézilabdáról hamarosan szó lesz még, de előbb mutatjuk, mivel foglalkozunk ma. Visszatért Kis Máté. A Szeged Boxklub versenyzője technikai KO-val nyerte a New School Promotion profi ökölvívó gáláján. Ott lesz az Ironman világbajnokságon Simon Péter. A szegedi triatlonos az arénában beszámol majd a spanyol kvalifikációs versenyről. Világbajnoki érmeket ünnepeltek a szegedi kickboxerek. Jön a két egyesület élménybeszámolója az olaszországi versenyről. Kezdjük az utánpótlás sikerekkel. Második helyen végzett a kickbox utánpótlás világbajnokság éremtáblázatán Magyarország. Szegedről két egyesület összesen 12 sportolót adott a válogatottnak. A Halker Király-Team Kickbox Akadémia 6, a Combat DSC pedig 3 érmet szerzett Olaszországban. Nagyon erős mezőnyben 63 ország több mint 2000 indulója között versenyeztek a szegediek az utánpótlás kickbox világbajnokságon. A szegedi Halker Királyteam Kickbox Akadémia 6 versenyzője point fighting szabályrendszerben indult Olaszországban. Ez azt jelenti, hogy a két fél pontokat gyűjt, és a bíró minden egyes találatnál megállítja a küzdelmet. Az edzőt, Gyuris Gábort két újonca lepte meg a legjobban. Rózsik Szabolcs bravúr győzelemmel kezdett Jezolóban. Valkó Dominik pedig mindössze 9 évesen csapatban arany, egyéniben pedig ezüstérmet nyert. Melyik meccs volt a legnehezebb számodra? A döntő. Az egyéniben. Ott mi volt nagyon nehéz? Hát, hogy ugye nagyon sokat rúgott, és nem tudtam kikerülni, ezért megvert. Ilyenkor mi az ellenszer? Mit kell csinálni? Elmozogni, meg ha úgy egy, akkor leúzni a lábát. Csak nem sikerült. A rutinos versenyzők között Bárdos Ines, Sojmosi Bence és Hajder Katrin egyéniben bronzérmet szereztek. Az edző szerint az utóbbi versenyzőnek a döntőben is ott lett volna a helye. Nem nagyon szoktam a bírókkal foglalkozni, de itt most volt egy olyan szituáció, ahol nem tudok elmenni. A házigazda egyik élversenyzőjével vívta az elődöntőt, és 15-13-ra vezetett a harmadik menet végén. Körülbelül 3 másodperc volt a mérkőzésből, amikor elmozgott, és volt egy ilyen kósza köríves rugás az olasz lánynak. Nem találta el katicát, de a 3 bíróból 2-en bemutatták a 2 pontos fejrugást. Ezzel az utolsó utáni pillanatban már be is dobták a mérkőzés végét jelző tárgyat. Ezzel kiegyenlített az olasz lány, és az 1 perces hosszabbításban már nem sikerült győznie a szegedi versenyzőnek. Megbeszéltük nyilván, de nagyon-nagyon megtört. Ugye elvettek tőle egy világbajnoki döntőt, aminek bármi is lett volna a kimenetele, nyilván jobb szájízzel tudta volna zárni. Hát meglopták. Látva a világbajnoki mezőnyt, illetve látva azt a felkészülést, illetve azt a teljesítményt, amit most oda tudtak tenni, összességében elégedett vagyok. 1-2 emberben maradt, gondolom, helyezés. Úgy gondolom, hogy 1-2 emberben maradt helyezés. Én Nagy Bálinttól egyéniben egy kicsit többet vártam, ő aztán csapatba felállhatott a dobogóra, a harmadik lett, tehát ott egy picit jóvá tett, az egyéniben elkövetett hibáit javította. Nem csak ők szereztek egyébként érmeket ezen a világbajnokságon. A Combat DSC szintén 6 versenyzőt adott a magyar válogatottnak. Kicklight szabályrendszerben 2-en indultak el. Ez szintén a pontszerzésről szól, annyi különbséggel, hogy a bíró nem állítja meg a meccset a találatok után. Kovács Laura Fanni 3. lett. A bronzéremért egy ír sportolóval küzdött. Mind a 3 meccs igazából tetszett, viszont az írlánynál éreztem azt, hogy az nagyon jól ment, az hamarabb is vége lett. A lábamon kell egy kicsit azt kell úgymond jobban erőltetnem, és ugye jövőre már felnőtt kategóriában fogok versenyezni, így az már egy másik lépcsőfok lesz. Kis Patrik szintén kicklight szabályrendszerben bronzérmet nyert. Még van bőven mit fejlesztenem, az állóképességemet, erőmet, meg taktikámat még sokat. A Combat DSC harmadik válogatott versenyzője Nagy Ramona kicklight kategóriában indult, ami egy félerős ütésekkel és rúgásokkal zajló küzdelmet jelent. A szegedi sportoló szintén bronzérmes lett. Ami nekem nagyon-nagyon jól esett, hogy a fiúk mennyire megállták a helyüket, hogy újoncként berobbantak és fantasztikus helyezek. Tehát nem is értek el érmet, de mindig szoktam mondani, hogy az eredmény az egy dolog. Mit látunk, hogy tényleg megharcoltak, és tényleg jobb volt a másik, vagy pedig, vagy nem. Hál' Istennek itt az előbbi volt, jobbaktól kaptunk. Az érem tabellán Magyarország végül második lett Bulgária mögött. Még mielőtt rátérnénk a rokonsportágra, a profi boxra, maradjunk az utánpótlás korúaknál. Ugyanis eddig talán egyik legjobb szériáját produkálja idén a Gellért tenisziskola. A szezon sikereiről a Szegedi Egyesület játékosával, Tóth Ákos Jánossal és az edzővel, Kis Györgyel beszélgetünk. Üdvözlöm, jó estét! Jó estét! Felsorolni is nehéz, mennyi érmet nyerte a csapat idén. Volt magyar bajnokság, a nők extraliga, ezüstérmesek lettek, ti feljutottatok a másodosztályban, a másodosztályban, és ugye magyar bajnok is lettél, illetve nemzetközi tornákat is nyertél, tehát hogy ezt mind nehéz felsorolni. Mi az Egyesület titka? Hát az Egyesület, lehet így mondani, titka, az a jó közösség, jó szakmai stáb, 5 edzővel dolgozunk, akik egy nagyon jó közösséget alkotnak, Susányi Zsófia, Sonkodi Bálint, Ajkai Norbert, Trója Gréta és Duba Krisztina alkotja az edzői stábot, akik már nagyon régóta foglalkoznak gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. Nagyon sok gyerkőcünk van, tehát több mint 160 gyerek teniszezik a klubba, ez a 6 éves kortól gyakorlatilag fölfele, és szisztematikusan épül föl a munka, tehát meg majd kifoglalkoznak a kicsikkel, nagyokkal, milyen csoportbeosztás szerint, és ennek fényében én úgy gondolom, hogy ez nagyon szépen működik, nagyon jó a közösség, nagyon jó kis csapatunk van. Szeretnek... Te is úgy érzed? Igen, igen. Szeretnek hozzánk járni a gyerekek, és nyilván amit szeretünk csinálni, vagy szeretik a gyerekek ezt a sportot, akkor előbb-utóbb annak lesz eredménye is, meg akkor esetleg abból gondolkodnak, hogy nem csak heti 2-3 alkalommal, esetleg komolyabban is szeretnének ezzel foglalkozni, erre van nálunk lehetőség, úgyhogy a versenysport felé is megyünk gyakorlatilag, illetve van egy nagy bázisunk, amiből lehet majd leválogatni azokat az ügyes gyerekeket, akikből később lehetnek nagyon eredményes sportolók. Te mikor döntötted el, hogy versenyző szeretnél lenni? Hát nem is tudom, igazából 4 éves koromban kezdtem el teniszezni, és utána igazából 9 évesen kezdtem el komolyabban edzésre járni, ugye héten többször is, és akkor úgy a körülöttem lévő gyerekek ugye jártak versenyekre, minden, és megtetszett nekem is, és akkor én is elkezdtem ezekre a kisebb versenyekre összejárni, aztán egyre sikeresebb lettem, és akkor úgy már viszonylag a nagyobb versenyekre is eljutottam, és ott is értem el eredményeket. Mikor látszott rajta, hogy belőle lehet valami? Jancsi közel februárban lesz 2 éve, hogy az Egyesületünkhez került. Akkor ő már egészen jó eredményei voltak, ranglista azt hiszem 10-11. Helyen volt, és akkor is látszott, hogy már egy tehetséges fiatalember, és az elmúlt másfél évben nagyon szépen dolgozott, ennek megvannak az eredményei, az idén korosztályos magyar bajnok lett, a fiú 14 korosztályban ranglista vezető, tehát ő vezeti a magyar ranglistát, ő képviselte hazánkat az Európa-bajnokságon, egyénibe csapatban nyár folyamán. Ő az oszlopos tagja az OB3-as csapatunknak, a fiúcsapatnak, aki megnyerte a bajnokságot és OB2-be feljutott, illetve nyert 3 nemzetközi versenyt az idén. Fiú 14 korosztályban, az azért fontos így kiemelni, mert Magyarországon ő az egyetlen olyan fiatalember ebbe a korosztályba, aki nyert nemzetközi versenyt. Tehát senki nem nyert Magyarországon rajta kívül. illetve azt kell, hogy mondjuk, hogy nyilván az ő adottságai révén ő neki hivatott arra, hogy nemzetközi szinten is később a felnőttek közt is nagyon eredményes legyen. Az európai ranglistán viszonylag kevés nemzetközi versenyre, amin elindult 5 vagy 6 nemzetközi versenyból 3-at megnyert, és gyakorlatilag az európai élmezőny közé tartozik, 50. környékén van az európai ranglistán a 14 éves korosztályban. Melyik volt a legnehezebb meccsed? Hát az idén, hát nem is tudom, inkább úgy versenyre tudnám pontani, hogy hát nem is tudom, ott volt nyáron 2 kettes kategóriás teniszűrop is, hát igazából a magyarországi az nehezebb volt azért számomra, meg ugye utána volt egy 3-as kategóriás, az azért volt hát kimerítő a végére már, mivel azban a hónapban már volt ugye egy országos bajnokság, utána rögtön rá egy 2-es kategóriás nemzetközi, és utána pedig még ez a hónap végére még egy nemzetközi torna, és akkor ugye a döntőre már ott már azért kicsit elfeladtam, ott már nem is ment úgy a játék, de az a verseny volt ugye a legnehezebb idén. Mit gondolsz, mi az erősséged? Hát nem is tudom igazából, hát igazából nem igazán szoktam megijedni úgy senkitől, mielőtt úgy fölmegyek a pályára. Szóval nincs olyan, hogy fölmegyek, és akkor úgy veszem, hogy nincs esélyem, hanem megpróbálok mindent, és akkor hát úgy mondhatni, ez a legnagyobb erősségem. Izgulós típus, Jancsi? Hát nem izgulós típus, nem így fogalmaznék. Van egy hát ilyen kifejezés, amit próbált erősségként kiemelni, vagy hogy van egy igazán ilyen győzni akarás, egy nagyon nyertes típus, akkor így fogalmazni. Tehát sportban nagyon sok tehetség van, meg sok jó játékos van más sportokban is, de aki tud nyerni, vagy képes arról nyerni, az ritka, és bennem megvan ez a képesség, hogy tudjon nyerni, nem véletlen nyert 3 nemzetközi versenyt az idén, ami sokaknak sikerül jól játszani, de nem biztos, hogy abban megfelelő szituációban ki tudja hozni magából a maximumot, és benne megvan az a képesség, hogy képes nyerni, függetlenül attól, hogy esetleg nem úgy játszik, nem úgy megy a játék, de képes arra, hogy győzni tudjon, és ez a ritka, ez a nagy erőssége. És ugye a fiú csapat, Jancsival a csapatban feljutottak a másodosztályba. Hogy nézett ki ez a verseny? Hát igazából ez olyan, hogy vannak tavaszi és őszi fordulók, és akkor így minden hétvégén igazából akikkel összesorsoltak, még egy csapatok ellen játszunk, és akkor 6 játékos van, ugye az ellenfél csapatában és a miénkben, és akkor ugye ez a 6 játékos mérkőzik egymással egyénikben, és utána pedig 3 páros van, és igazából aki a több meccset nyer így összességében, az nyerte azt a találkozót, és akkor ilyenből mondjuk tavasszal van, nem is tudom, 5 vagy 6 körül, és akkor utána ez ősszel is, és a legtöbb nyert meccsen rendelkező csapat jut fel végül az OB, és hát nyeri meg azt a korosztályt, és akkor utána főjut a másodosztályba. Vagy csak jelen helyzetben ti esetek ebben a másodosztályban. Mennyire volt nehéz dolgotok? Hát igazából annyira szerintem nem volt úgy kérdéses, hogy föl fogunk jutni. Azokban a pillanatokban volt igazából szerintem kérdéses, hogy nyerünk-e, amikor esetleg nem tudtunk úgy felállni, vagy valaki versenyen volt, egy jó pár ember versenyen volt, és akkor úgy nem volt kiteljesen a csapat, és akkor azokon a találkozókon volt esetleg kérdéses, hogy meg tudjuk-e nyerni, de egyébként amikor föl tudtunk állni rendesen, akkor szerintem nem volt kérdés. A lányok pedig az extra ligában szerepeltek ebben az évben először, ha jól tudom, és ezüstérmesek lettek rögtön. Ez meglepetés volt? Ugye tavalyi év folyamán nyertük meg az első osztályú bajnokságot, így jutottunk fel az idén a szuperligába. Mivel a OB3-as csapatunk a fiúcsapatnál és meg a lánycsapaton is arra is büszkék vagyunk, hogy a saját gyermekeinkre, illetve a saját játékosainkra építkezünk, tehát nem az történik, hogy összeigazoljuk az országból a X játékost, hanem gyakorlatilag nálunk teniszezik, azok képviselik a csapatot, kiegészülve egy-két erősséggel vagy erősítéssel. A női szuperliga tekintetében is a Bíró Melinda, Kisztakó Eszter, Susányi Zsófia, Zádori Réka, Trója Gréta alkotta hazai gárda, tehát ők teljes egészében szegediek, és edzősködnek, illetve a lányok, a kisebb lányok, a Melinda és az Eszti, az ugye profin versenyez, illetve ki egy 16 éves korosztályos válogatott lánya, még a Varga Vickivel, egy nyíregyházi kislánya voltunk kiegészülve, tehát egy igazán szegedi csapat képviselte a versenysorozatba tehát Szegedet, és a második helyen végeztünk, ami azt nem nagyon nagy történelmi, nem vagyok képben az, hogy Szegeden volt-e már ilyen, hogy női szuperligás csapat második helyen végzett, szerintem nem. Harmadik helyen már lehet, hogy volt, de második helyen nem végzett. Tehát ez azt jelenti, hogy az országban második legerősebb női csapat, és egy verességgel végeztünk, az MTK-tól, a bajnoktól kaptunk ki, ott is 4-3 arányba, azt hozzáteszem, hogy ott nem bírtunk felállni úgy, ahogy szerettünk volna, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, ez a nagyon-nagyon szép siker, és szeretnénk jövőre hasonlóképpen jól szerepelni. Akkor ehhez sok sikert kívánok, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. Visszatért Kis Máté és a profik között boxolt. Az interkontinentális és magyar bajnok sportoló vasárnap a New School Promotion budapesti ökölvívó gáláján nagy fölénnyel nyert az egyiptomi Nabil Zaki ellen. A 28 éves boxoló kislányával ünnepelt a ringben, miután a harmadik menetben technikai KO-val győzött. Hosszú kihagyás után újra a profik között szállt ringbe Kis Máté. A Szeged Boxklub interkontinentális bajnoka a New School Promotion profi ökölvívó gáláján Nabil Zaki ellen boxolt. Az egyiptomi sportolónak ez volt a 13. hivatalos mérkőzése. A magyar ökölvívó mérlege eddig 27 meccs, 19 győzelem és 13 KO. A magyar bajnoknak nem volt egyszerű dolga, hiszen az egyiptomi fordított alapállású. Az első menetben Kis Máté inkább a védekezést választotta a mozgékony ellenfelével szemben. A folytatásban a Szeged sportolója díjas ökölvívó egyre erősebb tempót diktált. Ellenfelét, aki pedig egyre inkább fáradt, végig sakban tartva a kötélhez szorította. A harmadik menetben pedig már egyértelműen a szegedi versenyző boxolt fölényben. A 28 éves sportoló még erőteljesebb iramon diktált, az egyiptomi viszont már nem tudta felvenni a ritmust. Végül Kis Máté technikai KO-val győzött. Ez azt jelenti, hogy bár az egyiptomit nem ütötte ki, de a bíró nem engedte folytatni a mérkőzést, akkora volt a magyar versenyző fölénye. A tervek szerint Kis Máté januárban egy rangos címmeccset is vívhat majd. Ezt nagy eséllyel ráadásul Szegeden szervezhetik meg. Az energiaárak miatt viszont még kérdéses, hogy egyáltalán találnak-e olyan sportlétesítményt, ahol megrendezhetnek egy ilyen gálát. Ott lesz az Ironman világbajnokságon Simon Péter. A szegedi triatlonistával beszélgetünk a kvalifikációs versenyről. Jó estét! Jó estét, szia! Hogy sikerült ez a spanyolországi verseny? Milyen volt? Hát a lehető legjobban sikerült, úgymond. Igaz, hogy csak második lettem a korosztályomban, de az elsődleges célom az volt, hogy elsődben legyek a korosztályomban, úgyhogy ezzel a második helyen felülmúltam az elvárásaimat, az pedig havatortán, hogy abszolút 10-ként értem célba. Nagyon jól ment a versenyzés, a taktikai utasításokat be tudtam tartani, amiket az edzőm mondott, úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok az elért eredmény miatt. Mit beszéltél az edződdel a verseny előtt? Direkt ezt a barcelonai versenyt választottuk a meleg miatt, hiszen én kimondottan jól bírom a meleget. És ugye a világbajnokság is Hawaiion lesz. Így van, ott pedig még melegebb lesz, úgyhogy arra még majd edzenem kell. Barcelonában is ilyen 26 fok körül volt az idő. Eléggé fújt a szél, a kerékpáron ez nem volt túl jó, de mindenkinek fújt, meg mindenkinek ugyanolyan körülmények voltak. Az volt a taktika, hogy mivel nem vagyok túl jó úszó, azt csak éljem túl, úgymond. Lazábban le kellett úsznom ezt a 3,8 kilométeres távot a tengerben, viszont életem egyik legjobb idejét úsztam így is, úgyhogy nagyon boldog vagyok az úszás eredményemmel is. Ami 9 óra 19 perc, ugye? Az összidőm lett annyi, az úszás időm az 1 óra 9 perc lett, igen, az összidőm lett 9 óra 19 perc. Kerékpáron eléggé fújt a szél, de az is jól ment összességében, és a taktika lényegi része az volt, hogy a futás elején kicsit vegyek vissza a tempóból, hiába érzem magamba az erőt, kicsit spóroljak vele, és majd a táv, a maratonnak a második felét kellene egy kicsit gyorsabban megfutnom, hiszen arra számítottunk az edzőmmel, hogy a meleg az ki fogja készíteni a mezőnyt, és ez így is lett, és nagyon sok ellenfelemet ott tudtam megfogni. 10-ként szálltam le a kerékpárról, és 2-ként értem célba a korosztályomban, úgyhogy ezért egy jó pár embert megfogtam ott a táv második felében, és bejött a taktika. Hogy viselted a meleget? Jó, kimondottan jól. Én nagyon szeretek melegben versenyezni. Volt már olyan versenyem is, ahol kimondottan hideg volt és esett az eső, azt nem bírom annyira, viszont nagyon szeretek melegben edzeni is. Itt Szegeden is, ugye a napfényvárosában van erre azért nyaranta lehetőségem. Nagyon szeretek napközben, déli órákban a töltésen futni. Nagyon kemény, de egész jól adaptálódik hozzá a szervezetem, és ez már feltűnt más versenyeken is, hogy kimondottan jól bírom a meleget a versenytársaimhoz képest. Melyik szám volt a legnehezebb? Hát egyértelműen, most gondolkozok, de így utólag visszagondolva egyértelműen a futásnak a második része. Ott kellett ugye iramot váltanom, és ott már 30 km környékén szoktuk mondani, ott kezdődik igazán az Ironman, és tényleg ott volt a legnehezebb mentálisan is, fizikálisan is, illetve még a kerékpárnak az a része, ahol szembeszeles szakasz volt, ott azért mentálisan keménynek kellett lennem, és nagyot küzdeni, hogy ott tudjak maradni az adott előttem lévő versenyzővel, de a futás mentálisan és fizikálisan is a futás második részét mondanám a legnehezebb részének a versenynek. Ilyenkor mi segít, ami átlendít ezen a holdponton? Hát most már 7 éve triatlonozom, előtte is labdarúgással foglalatoskodtam, és próbáltam azért kipuhatolni, hogy milyen praktikák, taktikák vannak, amik mentális holdpontokon át tudnak segíteni. Általában próbálok ilyenkor tudatosan odafigyelni, hogy pozitív gondolatokkal bombázzam az elmémet, illetve magamat. Hogy mik ezek? Hát igazából a családomra gondolok, a barátaimra, hogy mennyi mindent edzettem, mennyi mindent megtettem azért, hogy ott legyek abban az adott pillanatban, és most azt mantráztam magamban, vagy azt hajtogattam folyamatosan magamban, hogy az összes edzést megcsináltam, amit az edzőm kiírt, egy edzést sem hagytam ki 10 hónap alatt, és ez volt bennem, hogy én megtettem a kellő munkát, a testem az képes erre az eredményre, csak mentálisan kell elég erősnek lennem, és hál' Istennek sikerült is így célba érni. Igen, ugye az előbb említetted, hogy 10 hónap volt a felkészülés. Ez nem szokatlanul hosszú idő? De ez egy kimondottan hosszú szezon volt az idei, pont egy éve kezdtünk el lassan alapozni, és a barcelonai versenyt választottuk, ugye, ami a szezonnak a legvégén van, október elején, és hát így nem volt mit tenni. 10 hónapot kellett edzenem. Próbáltunk a nyár közepén egy 2 hetes kis pihenősebb időszakot bevezetni, hogy ott azért felfrissüljek, illetve a versenyeimet úgy időzíteni, hogy legyen regenerációs időm a különböző versenyek között. Ez mentálisan volt igazán nehéz, ez a 10 hónap, hogy folyamatosan versenyről versenyre meg kell, hogy újuljak. Ráadásul az utolsó versenyen volt a fő, és arra kellett, hogy éles legyek, mind fizikálisan, mind mentálisan, de jól sikerült a verseny előtti 1-2 hét regeneráció szempontjából, és így össze tudtam magam szedni, úgyhogy bomba formában érkeztem Barcelonába. Melyik része volt a legnehezebb ennek a felkészülésnek? Melyik időszakában kellett mentálisan egy picit többet beletenni? Abszolút, minden felkészülési időszakomnak eddig a téli időszaka volt a legnehezebb, ez a december, január, nagyon rövidek ugye a nappalok, és mindig sötétben keltem fel reggel úszni, illetve sötétben értem haza, úgyhogy ez mentálisan nagyon megterhelő ez a téli időszak, de ahogy tavaszodik, egyre hosszabbak a nappalok, egyre könnyebben jönnek a versenyek március elejétől, és akkor már sokkal könnyebb mentálisan, de a téli időszak az nagyon nehéz mindig. És ugye egy év múlva, október elején lesz a következő világbajnokság. Hogy fog kinézni ez a következő egy év? Hát szerintem kb. Ugyanígy, ahogy ez, hogyha még nem durvábban, majd kiderül, hogy edzések szempontjából mennyit tudok edzeni, illetve terve van az, hogy most félprofi versenyzőből profivé avanzsálok, hogyha minden jól megy, ez sok mindentől függ, de nagyon szeretnék főállásban sportolni, és főállású sportolóként felkészülni erre a világbajnokságra, úgy lenne az igazi, aztán majd kiderül, ez elég sok mindentől függ, hogy sikerül-e. De arra számítok, hogy nagyon kemény lesz ez a szintén 10-11 hónap. Mindent meg fogok tenni, hogy méltóképpen képviseljem majd a hazánkat, és hogy becsülettel felkészüljek el a világbajnokságra. Miben kell addig a legtöbbet fejlődni? Egyértelműen úszásban, az a leggyengébb számom. Folyamatosan próbálok megújulni ebben a számban, de nagy mértékben sajnos nem sikerült az elmúlt 7 évben, viszont azt beszéltük az edzőmmel, hogyha komolyabb eredményt szeretnék elérni Hawaiion, akkor mindenféleképpen nagy előrelépést kell majd tennem ebben a a szakákban. Futás a legerősebb számom, kerékpáron is még azért van mit fejlődnöm, de egyértelműen az úszás az, ami a gyengém. Akkor hajrá! Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Köszönöm szépen én is! Litvánia után Grúzia ellen is simán nyert a magyar kézilabda válogatott az Európa-bajnoki selejtezőben. Bronzérmet nyert Jákó Miriam a sportlövő világbajnokságon, és drámai meccsen hosszabbításban kapott ki a szegedi kosárlabda csapat az első osztályú magyar bajnokságban. Mutatjuk, hogy mi történt a hétvégén. Bronzérmet nyert a sportlövő világbajnokságon Jákó Miriam. A zsombói céltudatese versenyzője a junior lányok 25 méteres pisztolyversenyén indult Kairóban. A fiatal versenyző az elődöntőt 16 találattal nyerte, majd az indiai és kínai ellenfele mögött a harmadik helyen végzett a világversenyen. A szeptemberi junior Európa bajnoki címe után így a kontinensről továbbra is ő szerepelt a legjobban. Minden válogatott PIK Szeged játékos nyert saját nemzetével a kézilabda Európa bajnoki selejtezőkön. Miguel Martins a portugálokkal, Bogdan Radivojevic a szerb válogatottal, Sebastian Frimmel az osztrák csapattal, Matej Geber és Dean Bombács Szlovéniával, Kent Robin Tönészen pedig a norvég együttessel győzött. A magyar válogatotta az EB-selejtezők második meccsén 41-24-re nyert Grúzia ellen. A szegediek közül Mikler Roland, Bodó Richárd, Rosta Miklós és Szita Zoltán szerepelt a válogatottban. Magyarország jelenleg 2 győzelem után vezeti a csoportját, és legközelebb a januári világbajnokság után márciusban játszik újra EB-selejtezőt. Egy megnyert meccset adtunk ki a kezünkből, de nagyon büszke vagyok magunkra. Így értékelt Simándi Árpád vezetőedző, miután a Szeged hosszabbításban szenvedett vereséget az első osztályú kosárlabda-bajnokságban a tavalyi negyedik helyezettől. A Szedeák 102-95-re kapott ki Székesfehérváron. A csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést, 11-3-ra vezettek is. Aztán összeszedték magukat a hazaiak, és a rendes játékidő végéig nagyon szoros volt a találkozó. Az utolsó negyedben a szegedieknek 9 pontos előnyük is volt, amikor a Fehérvár egy 9-0-ás sorozattal egyenlíteni tudott. Így jött a hosszabbítás. A ráadásban a hazai csapat gyorsan elhúzott, a különbség pedig már túl nagy volt, így a Szedeák 7 ponttal kikapott. Kedves nézőink, ennyi fért bele mai műsorunkba. Az adást visszanézhetik Facebook oldalunkon, ahol naponta jelentkezünk friss tartalmakkal is. Tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!